1959-ben járunk, a görög milliárdos Onassis luxusjachtja, a Christina Monte Carlo kikötőjéből indul, fedélzetén politikusokkal, mágnásokkal, művészekkel. Az utasok között van Greta Garbo, a svéd színésznő, és Sir Winston Churchill, az egykori brit miniszterelnök is. A rendező és Churchillt alakító Hegedűs D. Géza egy Franciaországban élő barátjától kapta az ötletet a darab színpadra állításához, azt kívánta bemutatni, hogy mit jelentett egy olyan korban megőrizni magunkat, ami majdnem az emberiség pusztulásához vezetett. Jó látni, vagy átélni személyesen is a színpadon, hogy hogyan gondolkoztak a kultúráról, hogyan gondolkoztak a művészetről, hogyan gondolkoztak a politikáról, az emberi viszonyokról, és természetesen jó látni azt, hogy ők is emberből vannak, vannak emberi érzéseik, érzelmesek tudnak lenni, rajonganak a szépségért. Hogy mondjam, a művészet legyőzhetetlenségéről, ha tetszik, egy vallomástétel. A két híresség útja során a kölcsönös csodálat felszíne mögül kilépve mély emberi vallomásokig jut el. Szenvedélyes és szeretetteljes beszélgetések zajlanak két nehéz ember között, akik az életük egy adott közös pontján a legközelebb kerülnek egymáshoz. Greta Garbo szerepét Nagy Kálózi Eszter formálja meg. Én nagyon-nagyon szeretem ezt az előadást, és nagyon szeretem, ami a két ember között történik ebben a darabban, hogy hogyan próbálják feltérképezni egymást, és hogyan csap össze két intellektus, és hogyan próbálják meggyőzni, vagy megérteni a másikat, és meggyőzni a maguk igazáról a másikat. Nagyon érdekes, miközben egy könnyed darab, de azért felkavarja az embert, és érint olyan mélységeket, amitől szerintem ez mindig új lendületet ad neki. Vagy én attól szeretem, hogy van elgondolkodtatni való benne, de mégis van egy kicsi humora, van egy könnyedsége az előadásnak és a darabnak. Churchill a vén oroszlán és Garbo a titokzatos szfinx találkozása a tengeren, a darab szerzője szerint mindkettőjüket megváltoztatta, és a hajó kikötése után egészen más emberként léptek újra a szárazföldre.